neki a kiállítás teljesen nyitott, és vallástól független, világnézettől független. Tehát csak arra kell fölkészülni, hogy találkozok valami nagy jelentőségű dologgal, ami az életemet attól a pillanattól kezdve biztos, hogy befolyásolni fogja méghozzá erősen és jó irányba. Az ereke gyöngyöket az egy elhamvasztott, szent életű ember, tehát magas szintet, szellemi, lelki szintet elért ember, tanító, mester hamvasztása után találják a ő hamvai között. Ezek a gyöngyök hogy jönnek létre, azt nem tudjuk megmagyarázni. Tehát a tűzben jönnek valahogy létre, de hogy azt nem. Ezek nagy keménységű kis apró gyöngyök, lehetnek kisebbek, nagyobbak, de a magyarázat, ez egy szellemi természetű magyarázat, amit a buddhizmus ad ehhez. Ez egyébként egy tudomány, tehát ezek nagyon sokat foglalkoznak természetesen a buddhisták, ezeket osztályozzák mindenféle szempontok szerint. Lényeg az, hogy a magyarázat az, hogy ezek a szeretetnek és a bölcsességnek a kikristályosodásai. A kiállításnak a fő érdekessége, vagy mondjuk, hogy attrakciója, magától, Buddától származó gyöngyök. Buddha ugye 2500 évvel ezelőtt élt Indiában, és magától, Buddától származó gyöngyöket is tartalmaz a kiállítás. És az érdekességük még plusz ezeknek a gyöngyöknek az, hogy ezek a gyöngyök úgy keletkeztek, hogy Buddha, amikor meghalt, nagyon sok erekegyöngyöt találtak a hamvai között. Azokat ugye, azok megmaradtak, azok ugye a világ különböző helyeire jutottak el, és többek között Burmába is eljutottak ezek a gyöngyök, és egy barátom, egy svédországi barátom, egy zenmester, ő Burmában járt, és ott kapott gyöngyöket Buddha erekeikből. Ezeket ő elvitte magával Svédországba, és egy évig rájuk se nézett, az oltárán elhelyezte őket, és egy évig rájuk se nézett, és amikor egy év múlva kinyitotta megint a tartót, akkor csodálkozására megszaporodtak a gyöngyök. Sokkal több gyöngy volt benne, mint eredetileg. És mi ezekből a gyöngyökből kaptunk néhány darabot, és ezek lesznek a kiállításon. Tehát nem elég az, hogy nem tudjuk, hogy a Buddha hamvai közé hogy kerültek a gyöngyök, még ezek a gyöngyök maguktól szaporodtak is. Tehát aki a erekékkel találkozik, az készültse fel magát úgy, hogy magukkal a mesterekkel találkozik. A találkozás az mindenképpen hat, szellemi síkon hat, akár érzünk valamit, akár nem. Aztán mondom, sokan vannak, akik éreznek is energiákat, vannak emberek, akik ilyen képességeik vannak, gyógyító hatásuk nagyon sok esetben van, mert gyógyító hatásuk, és olyan hatásuk, hogy az ember egyszerűen rátalál az útjára, tehát az élete helyes irányt vesz.